Az egészségügyi rendszer nem javulhat a gazdaságot hordozó emberek nélkül, mondtam a Szabadkán az egészségügyi miniszter Slavica Gyugyi-Dejanovics az Észak-Bácska és Tiszamenti vállalat és cég tulajdonosoknak, valamint egészségügyi intézetek vezetőinek tartott tribünön. Azt mondta, hogy a legfontosabb munkaképes dolgozók és mezőgazdászok egyes kategóriái eddig hátrányos helyzetben voltak egészségügyi ellátásukat illetően, és ezen javítani kell. Slavica Gyugyi-Dejanovics Szabadkán az egészséges ember sikeres vállalkozó lehet elnevezésű projektumot mutatta be, minek során kiemelte, a gazdaságnak és az egészségügynek együtt kell működni, mivel egymásra támaszkodnak. A miniszter asszony elmondta, tárcája nagy kihívások előtt áll, mivel a hazai egészségügyi előírásokat és magát a törvényt európai mércékhez kell harmonizálni.